Tóth Gergely. Ő tette ki. Jön a beadás. Hoha, a legrosszabb helyre. És aztán hatalmas fagyas védés. A hatodik percben veszélyes volt, és ez így megint eladott labda. Indulhatnak belőle. Tóth vezeti kapura, és aztán megszerzi a vezetést Murai a 15. perc legvégén. Hornyák és Pekár van elől. Hornyák felé ment az indítás, és Hornyák ki is lép. Ott a gólhelyzet, Hornyák Halasi véd hatalmasat. Jön a lövés, és gól. Ez elég mélynek tűnik, de a kapufáról kipattan a labda, és aztán bent volt, vagy sem. Ez hihetetlen. Polényi. Ő lőtte el, Polényi! Szép volt, és ott a gól! Hornyák befejeltek közelről. Már-már úgy tűnt, hogy fölé tenyereli a kapus. De aztán megvan a szépítés a második fél idő 20. percében. És aztán jön majd egy Váci csere is. Fagyas nagy védés, ott a kipattanó. És aztán sikerül nagy nehezen valahogy kivágni a labdát. Fú, ez nagyon meleg helyzet volt. Már a gól előtt adtunk két olyan paszta az ellenfélnek, amiből tudott építkezni. Aztán utána sikerült egy zicserpaszt is adni. Majd kaptunk még egy gólt egy gyönyörű szép szabadrugásból. Hát saját magunkat építettük le. Nehéz volt a fiúknak is igazából innen lélektanilag visszajönni. Próbáltunk úgy cserélni, hogy jó legyen. Ez a másik fél időben egy gól sikerült szereznünk, de hát nem játszottunk jól. Azokat a területeket levédtük, ami nagyon fontos és nagyon veszélyes tudott lenni a mérkőzésen. Nem engedtük nyíltjázát, hogy lendületből tudjanak támadást vezetni, és ebből adódott az, hogy végig tudtuk bírni a nyomást, és abból is adódott egy pár szituáció, amit azt mondom, hogy kicsit pontosabban lehetett volna még egy gólt is rúgni a másik fél időben.